És hát ezt megpróbáljuk, ezt a kémcsövet itt egy kicsit belágyítani itt a végénél. Ha ne becsüljük le a kémcsövet, ugye, mert tudva levőleg, ugye ezeket az üvegeket úgy állítják össze, vagy olyan keverékeket használnak ezeknek az üvegeknek az előállításánál, amelyik jó bírja a hőt. Így igaz? Mert ugye kísérleteknél sokszor olyan anyagot teszünk a kémcsőbe, amit melegíteni kell, és ugye ahhoz nem árt ezeket a csöveket, hát hőállóra építeni. Na most azért nem adtam föl ezt a történetet, hogy a kémcsővel egy kicsit megvizsgáljam olyan irányba, hogy nagyon látványos a kémcsővel elvigyelni. Kiemelem egy kicsit, lát esetleg valaki? Valaki be elszíneződést az üvegen? Már úgy, hogy narancssárga leszem, hogy akkor kezdek értékenyé válni. Senki? Mert én már igen. Akkor valakit megkérdezek, hogy kapcsolja a lámpát, mert akkor esetleg jobban látjátok, hogy elszíneződik. Gábor, légy szíves, kapcsolj már. Na, most esetleg látszik? Gyönyörű. Figyeljetek, én már deformációt is látom rajta. Aki nem hiszi, annak másképp szoktam igazolni, hogy deformálható. Mert a legkirályabb az üvegfúvás, igaz? Akár lehet lámbal, lángon kívül fújdosni. Hopp, és gyönyörűen látszott, hogy adott egy pattanó hangot, és látjátok? Szerel. Tehát egy kicsi lukat tudtunk rá üvegfújás technikájával mutatni. Hoztam ide vizet, tehát aki hintetlen ebben, jó, hogy ez kilukadt, nyilván kis helyes. Annak megmutatjuk vizzel, hogy hát tényleg áteresztő. Kicsit nem próbálom lehűteni, mert ugye nehogy az legyen, hogy pattan. Ha fújdosan, akkor gyorsan leül ez a kémcső, de még mindig azért forró, nem? Ugye meg lehet az, hogyha hirtelen kap hideg vizet, akkor mi történik az üvegben? Jó, tehát hogyha elreped, akkor azt látjuk, hogy nem bírta az üveg a vizet, ha pedig már mint a belső feszültséget, ha elkaptam, na még azért jó meleg, ilyen rövideket meleg hozzáérni, viszont hogyha jó bírja az üveg, szokott így is úgy is sikerülni, akkor pedig átereszti a vizet. Jó, nézzük ezt meg. Vagy aki távolról nem hiszi, az megpróbálom finoman beleereszteni ezt a vizet. Törcsérsekről lehez csak. Most ha véletlen elpattannak, akkor ne lepődjetek meg, mert az annyit jelent csak, hogy maradt nem. Maradt belső feszültség, nagyon szépen látjuk, milyen ügyes kísérletet tudok mutatni nektek, látjátok? Ugye egyúttal kettőt azt is láthatjátok, hogy mikor nagy a nyomás a lombikba, mikor nagy a nyomás, amikor tele a hója, igaz? Akkor tele a hója, akkor nagy a nyomás, gyönyörűen. Na most, ha várok meg, akkor csökken a nyomás, és nem annyira spickol ki, igaz? Igen, csöpögőre van állítva, de hogyha megtöltöm, akkor minél magasabb a vízoszlop, annál jobban. Na most akkor, ilyen szép. Na most, köszönöm szépen, most egy kicsit állítsuk meg, amíg elő nem készítjük a következő kísérletet. Most láttatok egy ilyen komplettet. Ugye? De ezt van, aki akkor nem, milyen, bugyogat. Na, most figyeljetek, ugye, aki... Megtetszik, hát, hogy magát is iszad a helyére. Figyeljetek, csak tehát...